Fuck a punch! Látod? Aha. Az nem mókus? Hogy lenne mókus, hát szárnya van. Hát repülő mókus. Levettem, mintha jobban látnám amúgy, de még rosszabb. Miért is vagyunk itt ezen a gyönyörűséges, szép helyszínen? Két dolog miatt. Egy, hogy leteszteljük a bojáinkat. Illetve az, hogy egy éves lett a csatorna újból. A reboot egy éves. Reboot egy éves, de amúgy 9. 9? Biztos? Nem csak 8? Nem, 9. 2014. szeptember 2. Nem fog kijönni. A születésnap most van nekünk a rögzítés időpontjában. Amikor felmegy a videó, akkor már eltelt egy pár nap. Készültem egy pár kérdés, amit nem ti tettetek fel, hanem mi fogjuk feltenni magunknak. Ez is elég hülyén hangzott. Igen. Szerintem induljunk is bele, most szépen megindulunk, bemegyünk a békástól, ott is keresünk egy faszányos helyet, ahol lesznek fakopáncsok, meg repülőmókusok, és ott felteszem az első kérdést. Ez az nekem? Neked. Nem, majd egy random embernek felteszem. Az izgi, pedig. Na akkor legyen az első nagyon komoly kérdés, hogy az elmúlt egy évben mi az, ami tetszett? A nyár. Hát ez jó, ez ilyen konkrét forgatás. Mivel kapcsolatban? Hát gondolom a forgatásokkal kapcsolatban. Van-e olyan konkrét, ami kiemelkedően jó volt? Hát nekem tetszett a halas videó. Miért pont ezzel jössz? Nem tudom, attól függetlenül, hogy ez egy gusztustalan valami volt, mégis egy különleges élmény azért. Elmondhatom, hogy én azt már kóstoltam. Jó, nyilván ez a legutóbbi repülés is elég király volt. Köszi Jani még egyszer. Várjál, azt sem tudom most hirtelen milyen videók vannak. Akkor elmondom neked, segítek annyiban, hogy mondok egy számon, és aközül tudsz választani. 4. Nem. Egészen pontosan 64 videó volt az elmúlt egy évben. Hogy? Mondom, adjál, biztos, mondom, hogy nem. Hat... Honnan? Reggel megszámoltam, 64 videó volt. Jó, ebbe bele van számolva a 10 másodperces tudod, ez a rebootos, meg utána, amikor felveszem a füles, az is bele van számolva. Jó, akkor 62. Hát mondjuk heti egy videó, az mondjuk 52 egy évben. Mondjuk nem minden héten volt, amikor kimaradt. Meg volt, amikor 2 volt. Mondjuk az is igaz. Nem sokszor, de az ritka volt. De akkor is. Jó, és akkor menjek tovább. Igen. És 106 tagsági videó van. 106. 106. Igen. Dupla annyi majdnem, mint a normál videó. Igen, 52 hét alatt. 64 sima videó, ami publikus, és 106 tagsági videó született ez idő alatt. Mondjuk az meg kevés. Jó, azért a 106 tagsági videóba az beletartozik az is, hogy volt közötte 10 másodperces videó, és volt másfél órás is. Szóval ott azért van differencia rendesen. Mondjuk az meg kevés, mert ha úgy nézed, hogy egy videóhoz körülbelül 2 általában minimum, de van, amikor sok esetben 4 is kijön, akkor úgy meg már kevés. Én ezt azért szeretem ezt a részleget, mert nekünk ez egy ilyen archív fiók. Igen. Ahova el tudok pakolni olyan dolgokat, amit mondjuk lehet, hogy nagy műsorként nem menne már le, viszont sajnálnám kidobni, ezért oda el tudom tenni magunknak is, hogy majd később megnézhetjük. Így teljesen nyugodtan törölhetem ki utána a nyersanyagokat, mert már tudom, hogy már mindent ki van belőle maxolva, biztos, hogy nem fog hiányozni semmi, ami benne volt. Na és neked mi tetszett az elmúlt év folyamán a legjobban? Amúgy nekem is a halas. Na, tessék! Tudom, hogy gusztustalan kis picsa voltam benne, de így visszanézve, akkor is azt mondom, hogy szerintem kurva jó volt. Ott volt legalább Gurmi, ott volt Árpi, ott voltunk mi, meg az volt az első, amilyen kiülős izébe szerintem nyomattuk normálisan. Igen, elég kellemetlen volt, igen, hogy hideg volt hideg nagyon. Hideg volt, meg beázott a cipőm. De ott kezdődött inkább ez, hogy szabad téren valami nagyobbat lőttünk. De most akkor ezt kimondtad, hogy ilyen sírós picsa voltál, most emiatt ezt majd jegyezd meg, mert majd a visszavágóba ezt fel fogom neked hántorgatni. Tudom, mi tetszett még. Én dzsengázni imádtam. Az első kifejezetten. Az annyira nagy élmény volt, hogy nem vártam tőle túl sokat, viszont dupla annyit adott végül. Viszont csak egy ilyen full izébe randomba jött. Ez nem is volt tervben, csak egy egyszer így felnézte egy a polc, és jobb dzsenga. Hogy te még soha nem dzsengáztál. És sokkal jobb volt már, mint a játék, mint amire gondoltam. Aha, csak mi belevittük a hülyeséget még így pluszba. De ez nincs is baj. Nem, hát az kellett bele. És ha már itt járunk, hogy mi az, ami tetszett az elmúlt egy évben, akkor ebből joggal kérdezhetnénk azt, hogy mi volt az, ami nem tetszett az elmúlt egy évben. Van. Van? Van. Na, akkor beszéljük meg máshol.
Na, mi vagy, te tetted fel nekem a kérdést, ez én válaszoljak meg először. Hát igen. Mondanám a halast, az csak a szag miatt lenne, hogy amennyire imádtam, annyira utáltam is, de a gyanta. Azóta már voltam háromszor, és a harmadik alkalom, az fájt a legeslegjobban. Jobban fájt, mint amikor a legesleg először voltam. Komolyan. Nem tudom. Nem azért, mert hogy ott már kevesebb volt rajtad a ször, nem tudott annyit harapni? Nem. Hogyha nem vagy kipihenve, stresszes vagy, ez a bőrödön így kijön, és így a ször jobban ragaszkodik hozzád. Ha fájdalmat kell néznem, a legeslegrosszabb az a gyantázás volt. Ha szagi élményekben vagyunk benne, akkor az mindenféleképpen a halas. A képibe meg az összes horrorjáték szar volt. De most így belemegyünk ezekbe a dolgokba, szóval minden érzékszerv szinte megvolt, kivéve az ízlelés. Ja, de az is a hal. Hát meg a sor, a torpedósatok. Bazzik, az el is felejtettem. Tényleg a satokról jut eszembe. Hamarosan visszavágom. Nekem meg ami a legkevésbé tetszett, egyértelműen a 140K videó, amikor ribancnak öltöztünk. A bohóc ribancnak. Parti. Parti ribancnak. Azt így nagyon nehezen tudta tolerálni a gyomrom. Sőt, még volt egy időszak, amikor így vágóasztal mellett így gondolkoztam rajta, hogy én ezt nem akarom felrakni. Mert tudod, így egyszer így felrakod, és ez így ott marad az interneten örökre. És bármi van a jövőbe utána, tegyük fel, jelentkezek elnöknek. Már ott lesz fent. Az applikáció mellett ott van a videó fent, hogy én ott virítok ilyen színes hajú parókába, az a legkevesebb amúgy, de miniszoknyában meg a franc tudja már még mi volt rajtam. Mondjuk szerintem az a veszély nem fenyeget, hogy te hamarosan itt Magyarország elnöke leszel. Igen, most mondtam valamit, lehetnék majd szupersztár is, mondjuk annak meg jól is jön. Miniszterelnök, a Ferenc Tamás miniszterelnök úr. Nekem egy bizonyos mértékben azért tetszett a dolog. A ruhás? Igen, a ruhás, mert belefértem. Érted? Nekem az, hogy így, nem az, hogy így recsegett meg, ropogott, hanem belefértem. Normálisan. Szóval az azt jelenti, hogy ha netán a véletlenség nincs mit magamra felvegyek, akkor csak benyúlok Évének a szekrényébe, azt ott van. Az a rózsaszín cicamandrág még megvan, nem? Nem, amit akartunk venni. Vagy azt nem vettük? Azt nem vettük meg. Hú, de sajnálom. Az igazán szakadt pudvás. Milyen rózsaszín. Magyarország xenomorfjain jól állna. Te még a nőstény xenomorfokon, igen. A szigeten a Magic Mirrorból is még kicsöveznének szerintem azzal. Ebből indulunk, ebből a témakörből, hogy mit utáltál a legjobban. Mitől félsz forgatás előtt? Amikor helyszínt kell keresni, menjünk át egy másik helyszínre. Mitől félek forgatás előtt? Nem igazán azt mondanám, hogy félek, hanem ilyen nyomás inkább. Sok mindenre kell gondolni, hogy legyen betervezve a dolog, hogy minden tökéletesen zajlódjon, mik legyenek a kameraképek, a kamerahelyzetek, kameraállások, mikről fogunk beszélni, hogy normálisan meglegyen az összes tartalom a videó felépítéséhez, tehát ezeket mindig összeszedni, az egy dolog, de hogy utána ezek le is legyenek konstruálva, hogy minden ott legyen utána a vágóasztalon, én ettől szoktam inkább egy kicsit stresszelni, ha lehet úgy mondani. Hát ilyen összetettebb. Hát például most nekünk ez a balatoni utazás is olyan volt, hogy én már egy héttel előtte ezen már agyaltam meg, dolgoztam meg, úgymond forgott rajta a fejem, hogy akkor mit, hogy melyik nap, hogy kéne, mikről fogunk beszélni. Eddig ugye még nem nagyon volt riportalanyunk sem, tehát az is egy új dolog volt számomra, hogy most vele hogy foglalkozzak, hogy építsük fel ezt az egészet. Szóval ilyen csupa kihívás mindig. Az a baj, hogy te túl komplikálod ezeket a dolgokat, nekem nagyon egyszerű dolgok szoktak ilyenkor kijönni, hogy még egy pattanás kijön a fejemen. Én, ahogy most is. Igen? Itt van az orromon. Nem is látszik. Hol van? Itt van az orromon. Nem is látszik. De mondom, hogy látszik. Ha persze, mert akarja a szemüveg. Jaj, látom! Fúj, de gusztustalan! Ugye? Ezt mondom. És akkor mi általában ilyenek szoktak előjönni, mikor ilyen forgatások vannak, akkor általában előjön a pattanás a fejemen. És tudod mi az, amikor nagyon félek még? No. Az ez. Hogy mikor így állunk a kamera előtt, valaki elmegy így mellettünk, és meg így dumálunk. Ja,
nyilván nem kellemes, amikor tényleg keresed a helyszínt, és akkor látod, hogy ott is ülnek, és akkor tudod, hogy neked majd oda be kell menni, és ott majd dumálni kell, úgyhogy mindenki hallja, mindenki látja. De én ezt úgy szoktam még felfogni, hogy amúgy ők jobban félnek ettől a helyzettől, mint mi. Mert mi van, hogyha meglátsz mondjuk egy vloggert, nem láttam még ilyet, de tegyük fel, az utcán látsz, hogy elmegy egy vlogger és dumál a kamerába hangosan, te mit csinálsz, mint közember? Mögé állok, és akkor elkezdek integetni. Igen. Nem, általában figyelmen kívül hagyod és elfordulsz, hogy ott egy idióta crazy man, és akkor inkább nem akarsz vele semmiféle kommunikációt, hagyjon ő békén téged, és akkor félrehúzódsz, hogy úristen mi az, nem akarom rá, tudni se akarok róla. És általában szerintem én így fogom fel, hogy ez nagyjából így működik. Tehát most én elkezdek itt táncikálni, inkább ki fog kerülni mindenki. Még ez a futó is. Én már csak egy kérdés van. De nem itt. Történt-e valami változás veled az elmúlt egy évben? Nem. Hogyha ne találtam véletlenségből az egy év és két hónappal ezelőtt mondjuk nem telefonálok rád, és mondjuk nem hívlak fel, hogy mondom, gyere már egy szalonnasütés lesz nálunk, vagy főzés, akkor lehet most megint nem lennénk itt. Ja. Szóval azért van nekem változás, illetve olyan emberek tértek vissza az életemből, akitől nem gondoltam volna, hogy valaha fog találkozni. Ez például nem csak rád igaz, hanem mondjuk Norbira. Ja, hogy olyan értelme, azt hittem, hogy a csatornával kapcsolatban, nem, hogy nem, az nem, csatorna, nem, ez már a IRL, ez már a real life. Ja, amúgy sem, amúgy. Illetve nekem azért más változás is van az életben, mint csak így ez. Lényeg az, hogy nekem nagymamám beteg. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kijött rajta a Parkinson-kor elég erőteljesen. És nem a Michael G. Fox-os Parkinson, hogy így mozog a keze, mert az is megvan, hogy így reszket, meg így mozog a keze, hogy így a megindulásnál is gondok vannak, hogy így olyan, mint a beszorulna valahova a lába. Tudod, és akkor ilyen, mint a próbálnál kihúzni, úgy döntöttünk, hogy valakinek otthon kell maradni vele. Évit ugyebár nem kérhettem meg, mivel hogy hiába a feleségem, neki úgymond nem rokona, attól függetlenül. Anyukámnak körülbelül 5 év van hátra a nyugdíjig, ezt tegyük hozzá, nehogy félreértse valaki, ezért maradtam én. Szóval így feladtam az előző életemet, és most jelen pillanatban otthon vagyok. Mint egyéni vállalkozó, a kontrollba. Szóval most elméletileg tartalomgyártásból leszünk úgymond összeállva, jobban rá tudok fókuszálni, miközben még tudok nagymutterről is felügyelni. És most ki figyel rá? Most Évi van otthon. Ah. De nálam ez a nagy változás, szóval munkanélkül lettem, meg visszajöttek a barátaim, ennyi. Végül is egész jó. Én azt mondtam neki, hogy öregek otthonában nem. Ha be fogjuk adni, akkor tudja, hogy leszedálják. Leszedálják, még fel se engedik állni szerintem az ágyból. Ezért mondom, ez a döntés született. De szerintem ez egy szép dolog. Most olyan kurva jó, hogy itt vagyunk kint hétköznap, jelen pillanatban kint a nagy erdőn is, tudunk forgatni normálisan. Ja, nem hétvégén. Ja, és a hétvégén így nem sűrül be teljesen minden így egybe. Be tudok segíteni neked is, te be tudsz segíteni nekem is. Néha vigyázol nagymuteromra. Mint most? Úgy van, igen. De mondom, nem kell ezt úgy felvenni, mentálisan nagyon képbe van, de mondom, nála a mozgáskoordináció van egy kis probléma. Hát a GPS már sajnos nem úgy működik már 80 évesen, mint 20 évesen. Ennyi. Ennyi. Hát most más nem tudok elmondani. Ennyi kérdést írtam fel a kamutik. Boldog születésnapot nekünk. Ja, boldog születésnapot nekünk. Igen. Remélem tetszett nektek ez a kicsit ilyen érdekesen összerakott videó. Hamarosan jövünk további tartalmakkal. Addig is sziasztok! Sziasztok! Reggel a kakat.